Nem sokkal 7 óra előtt a reggeli csúcsforgalomban karambolozott a két munkásokat szállító autóbusz, a járművek egymás mögött közlekedtek, amikor az előhaladó jármű egy másik baleset helyszínelése miatt lassított, de a másik busz sofőrje valószínűleg figyelmetlenségből az előtte menő busznak ütközött. A buszokon 83 fő utazott, ebből 15 fő könnyebben sérült. A tulajdonos mentesítő járatokat küldött a helyszínre. A kárhelyen kiérkezést követően tűzoltó egységek a buszok áramtalanítását végrehajtották, a helyszínt a rendőrségnek átadták. A forgalom váltakozó irányban az út melletti földúton halad, a rendőrség a baleset körülményeit vizsgálja. A baleset miatt az autókat egy mezőgazdasági útra terelték. A forgalom sokáig torlódott, mivel az egyik busz csak órákkal később tudták elszállítani a helyszínről.